Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be Kelet-Jeruzsálemben, ahol több mint 2500-an vigyáztak a pénteki imára érkezőkre. Az Al-Aqsa mecsetnél imádkozók szokatlanul kevesen voltak. A környéken, mintha megállt volna az élet. Nagyon nehéz a helyzet. Lezárások, korlátozások vannak. Nehéz hozzájutni ételhez, zöldséghez és húshoz. Minden nagyon nehéz. Az árak elszálltak. A város kiürült, panaszkodott egy kereskedő. A turisták is eltűntek az utcákról, ahogy az óváros zsidó lakosainak nagy része is. A biztonsági ellenőrzések folyamatosak, állítják a palesztin lakosok. A feszültség egyre nő, ahogy közeledünk az Al-Aqsa mecsethez, katonák ellenőrzik a bejáratot. Ezek vademberek, most a saját szemével látta, hogyan támadtak rám, hogy ne tudjak bemenni, mondta ez a palesztin nő. Azok, akiket nem engedtek be a mecsetbe, kint imádkoztak. A pénteki imák nagyobb incidensek nélkül értek véget, értékel az Euronews tudósítója. A jeruzsálemi óváros utcái újra csendesek, de a feszültség tapintható, és sokan attól félnek, hogy a régi ellentét az itt lakó arab és zsidó közösségek között még rosszabbra fordul.